Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Jelmeztervező, férfinői szabómester, szobrászművész. Mondhatnánk, minden igaz, bár ahhoz, hogy hazánk szobrászművészetét ő képviselhesse 2015-ben a milánói világkiállításon, nagyon sok lépcsőfokot kellett megmásznia. Bár az eredetileg tehetségesen rajzoló gyermeknek töretlen pályaív járt volna, szülei mégis egy biztonságos megélhetést adó szakma mellett döntöttek. A tehetség előbb vagy utóbb mégis felszínre tört. Az első operabálokon a szereplők ruháit álmodta meg, s ellentétben sok más tervező kollégájával őt nem tudták megvezetni a varrodákban, hogy a terveket nem lehet megvalósítani, hisz mestersége minden csinyát-binyát ismerte. Aztán jöttek a kisebb és nagyobb lélegzetvételű színdarabok. A 2000-es évek elején Amerikából is kapott felkérést a Jézus Krisztus Superstart külföldi turnéjának jelmezeire, s Andrew Lloyd Webber személyesen gratulált munkájához. Aztán következtek a filmek, itthon és külföldön egyaránt. Keze egy idő után a textil mellett a viasz és az agyag után nyúlt, sorra keltek életre portréi, mesefigurái. Több tucat anyagféleség és szakma magas szintű tudatos használata segíti szuperrealista alkotásainak elkészítésében. Viaszfigurái a kiállítások mellett a leghíresebb panoptikumok díszei, de életre keltette süsőjéket, a négyszögletű kerekerdőt, Mikka Makkát és társait is. Aztán az agyag bronzzá változott, így sétálhatunk el Csukás István, Puskás öcsi, Aponyi Albert mellszobra, vagy nagy lélegzetvételű köztéri alkotásai mellett. Aponyi Albert szobráról így nyilatkozott. Arra törekedtem, hogy a tekintetében benne legyen mindaz, amit Trianon okozott a magyarságnak. A fájdalom, a reményvesztettség, ugyanakkor a kitartás és az egyenesség. A mai Lillás reggeli vendége Megyeri János jelmeztervező, szobrászművész. Mindig meglepődök azon, hogy mennyire sok oldal van az embereknek, többek között neked is. A nézőknek talán elárulhatjuk, hogy a mi ismerettségünk talán 20-22 évre. Hát a múlt évezredre datálható talán. Lehet azt mondani tényleg, hogy a múlt évezredre vezethető vissza. Operabálon ismerkedtünk meg, illetve egy operabál előkészületében, ahol csodálatos ruhákat, jelmezeket terveztél. Persze rögtön bele szerettem azokba a ruhákba, amiket csinált, úgyhogy aztán meg is fűtöttem, hogy a meglevő készletből nézzük meg, az, mi az, ami rám jó. Kis probléma adódott csak, hogy azok, akiknek te csináltad előzőleg a ruhákat, azok manőkerek voltak, 180 centisek, és mit tudom én, 42-es derékbőséggel rendelkeztek. A jelmez és a ruhatervezés, az miért került hátra az életedbe? És beszéljünk egy kicsit magáról a jelmeztervezésről. Hú, az a helyzet, hogy soha nem tudatosan alakítottam a pályámat, hanem valahogy a pályám alakított engem. Tehát mindig, ahogy a feladatok jöttek, úgy alakult és úgy változtak a dolgaim. Először nem is foglalkoztam nagyon jelmezek, először csak ugye egy szalon csináltam, ahol civileknek terveztem ruhákat, férfiaknak és nőknek egyaránt. De aztán egyszer csak megkerestek a tévétől, hogy egy gálvölgyi showba, egy játékhatárok nélkülben nem lenne kedvem dolgozni, és valahogy így a feladat egyre inkább így a jelmezek felé kezdett el vinni engem, és aztán amikor 99-ben megszűnt a tévé jelmezműhely, akkor a Foki Jutkával leültem beszélni, és mondtam, hogy folytassuk tovább, amit ti elkezdtetek, mert kár lenne ezért a 40 évért, ami ott volt az ő jelmezműhelyükbe, és akkor így alakult, hogy lett egy 16 fős nagy jelmezműhely, ami annak idején azért az ezredforduló környékén eléggé meghatározó volt a piacon, úgyhogy nálunk készült egy csomó nagy mozi. Ezekről mindjárt beszélünk ma. Igen. Majd, de ezek nagyon nagy kihívást is jelentettek. Tehát annak idején elkezdeni egy vállalkozást, és azt úgy vinni, az tényleg a legmerészebb dolgok közé tartozott. Jánosnak volt egy mondása annak idején,
amit én azóta is minden hónapban visszaidézek, amikor egy vállalkozóként egyszer elmentünk megnézni egy akkor a Váci utcában levő jelmezműhelyedet, ahol szorgosan dolgoztak a varrónők, és mondtam, hogy úristen, és hú, hát ez valami fantasztikus, és akkor azt mondtad, hogy hát igen, csak mindenkinek a hónap elején fizetést kell adni, hát és az igen. Nem egy egyszerű dolog. Igen. Tudtad te akkor, amikor a Foki utcával elkezdtétek ezt a fajta munkát, hogy ez milyen teher lesz, milyen hihetetlen vállalás, hiszen felelős voltál nagyon sok ember életéért. Igen. Kicsit talán így utólag azt mondom, hogy felelőtlen voltam, vagy csak nagyon bátor, vagy csak nagyon lelkes, vagy csak nagyon merész. Ez egyébként jellemző volt végig a pályafutásomra, hogy amikor megkerestek egy olyan munkát, amit életemben nem láttam még előtte, akkor is elvállaltam, mert azt mondtam, hogy hát ha ezt meg tudja valaki, akkor én is meg tudom csinálni. És persze biztos voltak álmatlan éjszakáim utána, hogy hogyan fog ez megtörténni, de mégiscsak általában azért sikerkoronázt ezeket a vállalásaimat. Tehát ugyanígy volt ezeknél a dolgoknál, és hogy aki ezt így igazából átgondolja, az szerintem nem kezd bele semmibe, hanem elmegy mint a postához, vagy mint a MÁV-hoz dolgozni. De nekem meg volt egy ilyen merészség bennem, és nem volt teljesen átgondolatlan se a dolog, hiszen tudtam nagyon jól, hogy mi mivel jár, de valahogy úgy gondoltam, hogy amit csinálunk, az jó, hogy az talán kelleni fog, és igazából az élet ez így igazolta is, hogy azért nagyon szép éveink voltak, és amikor vége kellett, hogy legyen, akkor természetesen a külső körülmények, amiket nem tudtunk számolni, mint most is, ami volt a pandémia például, ezzel senki nem tudott előre számolni, ami azért elég komolyan rányomta a bélyegét a művészvilágra is egyébként, és minden más színházi világra, stb. Tehát akik még mindig jelmezekkel foglalkoznak, szerintem ők is nagyon komolyan megsületik, de hát akkoriban is voltak olyan körülmények, amikre így nem lehetett előre rálátni, de érdekes módon, és aztán gondolom biztos ezzel kapcsolatban is kérdezem, onnantól kezdve változott is az életem. Tehát azért hagyd tegyem hozzá, hogy én 16 remek szakemberrel, remek nővel, remek emberrel dolgoztam együtt, és hát ugye a személyi problémákon kívül egy csomó olyan dolgot is a nyakamba kellett venni, ami elvitt engem a próbaszobából, a szabászasztaltól, az alkotástól, és a jó Istennek köszönhetem, hogy amikor ez így megszűnt, mert gazdaságilag ellehetetlenedett a dolog, hogy akkor furcsa módon ahelyett, hogy összeestem, vagy tönkrementem, a levegőt kaptam. Kinyílt egy új lehetőség. Elkezdtem újra alkotni, elkezdtem újra megtalálni saját magamat. Tehát igazából, mint a megkelek, felépítettem egy olyan házat magam köré, amin se ajtók, se ablakok nem voltak. Kényelmes volt, meg jó volt, meg anyagilag tényleg... Jó volt a dolog, de mint művészem, vagy mint alkotóember, megfulladtam, fulladoztam, csak nem vettem észre egész addig, amíg le nem dőltek ezek a falak. Na most az, hogy valaki jelmeztermező remekül var, mert azért az is hozzátartozik, igen, hogy nem csak... Tehát kitalálni valamit nagyon egyszerű, csak te úgy találod ki, vagy találtad ki a dolgokat, hogy tudtad, hogy azt hogyan lehet megcsinálni, hogyan fog az elkészülni, hogy fog állni az embereken, és egyáltalán milyen feladatot elé állítod a kollégáidat, mert azért tudjuk azt, hogy a tervezők nagyokat tudnak álmodni, a kivitelezést, meg belepusztulnak azok, akiknek meg kell csinálni. Azért ebből egy elég nagy váltás az, hogy évek múltán fölmerült a neved, hogy Megyeri János szobrászművész. Megmondom őszintén, hogy finoman fejezem ki magam, köpni, nyelni nem tudtam, mert erről az oldalatról egyáltalán nem ismertelek, és akkor mondtam itt egy pár embernek, hogy Megyeri Jancsi szobrászművész. Süssi kiállítás. Azt hiszem, talán az 5-10-ben volt egy csukás kiállítás, és akkor Megyeri János szobrászművész. Hát mondom, ez nem lehet ugyanaz. És aztán kiderült, hogy ugyanaz. Igen. Tehát annyira nagy váltás, hiszen ugye a szobrászművészetet azt más iskolákban végzik, máshogy tanulják, egy életet készülnek rá. Úgyhogy menjünk egy picit vissza a gyerekkorodra, hogy milyen kisfiú voltál, milyen alapadottságokkal rendelkeztél. Uh-huh. Mert az, hogy aztán később egy ekkorát tudjál váltani, ahhoz azért kellett a háttérből valami. Igen, hát így visszagondolva már elég korán kiderült, hogy van valamilyen Isten áldott a tehetségem ezekhez a dolgokhoz, mert 5 évesen már
az óvodába. Mészáros Márta forgatott egy filmet, ahol ilyen óvodásokat, kisgyerekeket gyűjtöttek össze, akiknek rajzolniuk kellett ebbe a filmbe, és érdekes módon kiválasztottak engem is, és bekerültem ebbe a filmbe, és rajzoltam. Tehát ez volt az életem első szereplése. Melyik suli volt munkája. Ez? Ez óvoda volt. Ja, óvoda. Ez bocsánat. Óvoda volt. De Budapesten vagyunk? Budapesten vagyunk, Zuglóba. Aztán ugye általános iskolába is ideje korán már így lerajzoltam így a tanáraimat, meg mit tudom én, radírból elefántot faragtam. Tehát egy csomó ilyen dologban már meglátszott. Még a nagypapám és apukám is nagyon szépen rajzoltak. Aztán teltek múltak az évek, és ugye választani kellett a középiskolát. Édesapám az ugye ilyen vasas szakember volt, és én művészeti iskolába akartam menni, de minimum a Teleki Blanka gimnáziumba, mert a nővérem is, meg a barátaim, meg mindenki oda járt. És apu azt mondta, hogy nem mehetek, nekem olyan iskolába kell mennem, hogy tanulok egy szakmát, és egy érettségit is kapok, mert az ő szempontjából ez az életre való felkészítés. És hát én elég engedelmes, meg jó tanuló is voltam egyébként, nem voltak ezzel a problémáim. Elkerültem egy ilyen gép- és villamosipari szakközépiskolába, ahol hát soha nem értettem, hogy mit keresek igazából ott, és amikor leérettségiztem, mehettem volna tovább műszaki vonalon, de ez engem nem nagyon érdekelt. Megtanultam ugye egy szakmát, de ott álltam, és ugyanúgy egy ilyen útkereső szakasz előtt álltam. Aztán jött a katonaság, csomó minden, és sehogy se éreztem magam jól semmibe. És akkor egyszer csak valahogy elém került egy varrógép, és mit tudom, vartam egy ruhát, akkor már megvolt a feleségem, és a barátaim mondta, hogy miért nem tanulod meg, ez tök jó megy neked. És akkor egyszer csak azon vettem észre, hogy elmentem egy ilyen női szabás tanfolyamra. Akkor még Kisiparosok Országos Szövetségén belül, mint most az OKJ képzések, mentek ezek a képzések, és akkor is már vállalkozó voltam, soha nem tudtam senkinek dolgozni, ez valahogy így alapból bennem volt. És akkor elvégeztem ezt, utána egy modellezőt, utána egy tervezőt, utána egy férfi szabát, tehát így szépen sorban, hogy az alapoktól indultam el. És azért is volt, amit említettél, hogy amikor például valamelyik lány azt mondta nekem, hogy hát ezt nem lehet megvan, akkor mondtam, hogy állj föl, megmutatom egyszer, jó? És akkor tehát nem lehetett rajtam kifogni, a legrosszabb főnök voltam a világon, tehát nem lehetett megmagyarázni semmit, mert tudtam, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. És akkor utána ez így már így valahogy így elkezdett így működni, hogy tudatosan készültem arra. 30 éves koromig tanultam egyébként. 30 éves koromig szívtam magamba az összes szakmaiságot. Elmentem olyan helyekre dolgozni, szinte ébérér, ahol tudtam, hogy valamit tudok tanulni. És akkor egyszer csak megcsináltam a saját műhelyemet. Ezeknél maradjunk meg egy pillanatra. Tehát kvázi UK-i és képzéssel megtanultad először a varrást. Így van. Az utána alapokat. A szabászatot. Úgy van. Közben tudtál dolgozni? Tehát közben takarító kisiparos voltam. Aha. Tehát mindent megcsináltál ahhoz, hogy valamiből tudjál tanulni. Valahogy fönn kellett tartani. Mennyi idő kellett ahhoz, és csak a fiataloknak tanúságként szeretném mondani, mert a mi korosztályunk, vagy a mi nemzedékünk, tehát azért fiatalabb vagy nálam, de mi megtanultuk azt, hogy nappalin tanulunk, este dolgozunk, estén végezzük el az egyetemet, a főiskolát, plusz még mellette elmegyünk valamit éjszaka dolgozni ahhoz, hogy a zseppénzünk is megmaradjon, tehát ők ezt nem nagyon tudják elképzelni. Tudtad akkor, amikor ezt választottad, és egyre jobban tovább képezted magad, hogy ebbe neked egy jó perspektívád lesz? Igen, mert nagyon bátorítóak voltak a menet közben az eredmények, amiket elértem ezekkel a dolgokkal. Tehát úgy képzeld el, hogy miatt megcsináltam a saját műhelyemet, ugye én elég gyorsan sajátítottam el ugye a szakmát, és amikor a tervezőiskolát is elvégeztem, ahol még a Vámos Magdi is tanított engem, akkor én kimentem egy évre Ausztriába, Bécsbe, hogy azt gondoltam, hogy ott majd egy kicsit könnyebb vagy jobb lesz, de nem igazán tudtam magam jól érezni egy ilyen környezetben, úgyhogy hazajöttem, és abban a pillanatban fölkértek tanítani. És akkor elmentem tulajdonképpen tanfolyamokat kellett tartanom, és az is nagyon elmélyített, mert ugye az, hogy valamit megtanulsz, meg azt, hogy azt tovább is tud adni, az egy teljesen más szint és színvonal. És már, tehát menet közben én már tanítottam, és jöttek egyre jobb és jobb visszajelzések és eredmények,
mire mondom, eljutottam odáig 30 évesen, hogy mertem egy saját szalont nyitni magamnak. Milyen típusú ruhákat kezdtél el tervezni? Az sem gyakori, hogy férfi és női szabász, illetve varró mester legyen az ember. Igen, kaptam is hideget, meleget kollégáktól, mert akik a női szabászattal foglalkoztak, hogy aki nőit, az férfit ne. A persze a férfiak, de az, aki férfit, az biztos, hogy nőit nem. Tehát ez van egy ilyen elég nagy szakadék a két szakma között, ami szerintem ostobaság, mert ezt én be tudtam bizonyítani, hogy nem így van. Sőt, hogy ha ugye a jelmezeknél ez nekem nagyon-nagyon nagy segítséget adott, mert ugye régebben a férfiak sokkal díszesebben, sokkal szabottabban, sokkal manírosabban öltözködtek, mint a nők. Tehát ez 150-200 év ezelőtt, hogyha nézzünk ilyen festményeket, akkor ez elég jól le is jön róla. Tehát a jelmez, férfi jelmez varráshoz például elengedhetetlen az, hogy valaki női szabászként is megfelelő ismeretekkel rendelkezzen. Úgyhogy elég gyorsan rácáfoltam erre a tévhitre. Emlékszem az első opera bálon, amikor találkoztunk, neked lehet, hogy nem az első volt, barokk ruhákat kellett tervezni a nyitó táncosoknak, és annyira szépek voltak, olyan, tényleg az ember ott érezte magát, mint hogyha nem tudom, hány száz évvel ezelőttre vissza repült volna az időben, hát el voltam tőle ájulva, azok a bársonyok, a kelmék, mennyire volt szabad kezed benne? Teljesen, mert akkoriban Korcsmáros Péterrel, aki ugye ezeket az operabálakat igazgatta, szervezte, tervezte, úgy állapodtunk meg, hogy amiket én ott csinálok, az tulajdonképpen az én elképzelésemnek megfelelő. Előtte volt a divatbemutató is, amit csinálhattam az operabálon, úgyhogy ezek ilyen elég jól működtek így kettőnk között. Ő bízott az én szakmai tudásomba, és egyszer sem mondta, hogy csalódott volna. Egyébként egy picit hadd javítsalak ki, mert reneszánsz ruhák voltak szerintem, amiről beszélsz, mert a Rigoletto volt igen. Akkor a fő motívuma, ugye, mert mindig választottak valamit, hogy az operász fantomja, vagy a Rigoletto, vagy a, mit tudom én, a különböző igen, darabok, igen, és igen. Reneszánsz ruhák voltak, és arra ugye a 80 nyitó táncosnak is a ruháját, és hogy ebben a hangulatban menjen le az egész történet. Egyébként a Verdinek akkor Rigolettoját körülbelül 250-szer hallgattam meg, hogy az a hangulat, az a millió, az vissza tudjon jönni majd ott a táncparketten is. Hozzá kell tenni, hogy a táncosoknak mindegyiknek más volt a ruhája. Tehát ebben igen. Az volt a döbbenet, hogy nem az van, hogy van egy tánckar, és egyforma ruhában vannak, hanem mind a 80 táncosnak teljesen más volt a ruhája. És mégis, hogyha ránéztél, igen, mégis akkor egységes összhang, igen. Őrület. De gondolom, nem ez volt a legnagyobb kihívás az életedben, de egy nagyon-nagyon szép időszak igen. Lehetett. Utána az operabálok hozták, gondolom, egyik munkát a másik után, mert valószínűleg azért a nagy színpadra való kilépés, az nem ez volt az ugródeszkája az egésznek? Mindenféleképpen van összefüggés, tehát minden munka hoz egy következő munkát, vagy minden munkában benne van a lehetőség annak, hogy egy másik munkát hoz, mert a kilincset egymásnak adják az emberek, tehát ezt is nagyon nehéz úgy marketingelni, hogy csak meghirdetem magam a social médián, és akkor egyszer csak jönnek, kopogtatnak. Nem, hanem hogy láttál valamit, és akkor te is csinálsz valamit, és akkor jaj, akkor én ezt az embert megkeresem, mert neki tetszik igen. A munkája. És ez ugyanígy működik egyébként a szobrász világban is, mindenféle ilyen alkotó munkánál. És igen, egy volt, ami aztán elvitt engem egy szakmai csúcspontra is egyébként. Szerintem a 99-es bálon, amikor az Operász fantomját kért, Márk Janicello volt akkor a vendégművész, és odalépett hozzám egy német úriember, aki azt mondta, hogy szeretné megkérdezni, hogy megtervezném a Jézus Krisztus szupersztárt egy New Yorki musical csapat szereplésével. És akkor ittunk is már egy pár pezsgőt, meg jó kedvem is volt, meg jó volt a bál, és akkor mondtam, hogy hogy a viharban, hát természetesen. És akkor teltek, múltak a hónapok, már majdnem el is felejtettem ezt a beszélgetést, amikor egyszer csak csörgött a telefon, egy Bajor Klee nevű hölgy hívott föl New Yorkból, hogy akkor hát várnák, hogy mikor küldöm el a terveket.
Milyen terv? Hát a Jézus Krisztus szuper. Ahogy mondom, egy-két hét és mondom, ott lesz. Készen leszek. És hát 116 jelmezt terveztem meg 11-2 nap alatt, küldtem el. Na de várjál, tehát ahhoz, tehát ezek szerint jól esett a felkérés, abszolút, de komolyan nem vetted, és nem nagyon foglalkoztál. Akkor ott komolyan vettem, de aztán nem történt utána semmi. És honnan tudtad, hogy 116 ruhát kell megtervezni? Hát mert annyit terveztem a Jézus Krisztus Superstárban. Tehát tudtam a sztorit, meg úgy nagyjából akkor már elküldték. Megnézted a filmet 50-szer? Hát, igen, egyébként pont szereplője is volt ez a Bajor Klee az eredeti filmnek. Képzelte, úgyhogy remek élményben volt részem, igen. Na mindegy, megterveztem, utána rá 3 hónappal találkoztunk valahol a német-holland határnál, Xantentől nem messze, és akkor ott színpadra állítottuk ezeket a ruhákat, 5 vagy 6 kollégám el is kísért rá, a Nostendében volt egy főpróbánk, és ami igazából a csúcspont volt, az az, hogy én ez sajnos nem jutott el Magyarországra ez a munkám, ez csak egy nyugat-európai turné volt, amit 3 hónapra terveztek, de aztán 3 évig ment, annyira sikeres volt, és teljesen más gondolati síkon mentem én, mert ugye persze befolyásolja az embert ilyenkor, hogyha vannak elődök, akiknek látod a munkáit, akár a film, akár más színdarabok a témában, de én el akartam térni tőle. Ugye nagyon nehéz olyan szempontból, hogy egy 2000 éves történetről beszélünk, ugye Jézus és a kora, de ellenben a zenék mai, teljesen mai zenék. És ez egy óriási dilemma, hogy a jelmezek legyenek inkább akkor olyanok, mint hogy a filmben is látjuk, hogy rohamsisak van a katonákon, és mit tudom én, vagy pedig menjünk bele vissza jobban az időben a jelmezekkel, de valahol máshol hozzuk meg ezt a párhuzamot. Na mindegy, én egy teljesen más gondolati síkon indultam el, és teljesen más látványvilágot is adtam a Jézus Krisztus Superstárnak, és azt tudni kell, hogy az Android Webber és a Tim Rice, amikor színpadra kerül egy művük, egy új átgondolás, vagy teljesen mindegy, egy új rendezésbe, akkor ők ezt megnézik valamikor, nem a premieren soha, mindig a 7., 8., 10. előadáson, és ott van egy vétójoguk nekik. Tehát, hogyha ott azt mondják, hogy na jó, ezt így nem, akkor le kell venni, és onnantól kezdve hiába öltek bele eurómilliárdokat, vagy milliókat, akkor is le kell venni a színdarabot. És a 8. előadásra hívtak ki Xantenbe, ott voltak egy gyönyörű, szép ilyen római amfiteátrumban megcsinálva színháznak, és ott volt az előadás, egy füllet meleg, nagyon meleg nyári nap volt, és lement a darab, ugye fölhívtak a színpadra, és följött a Tim Rice és az Android Webber a színpadra gratulálni, hogy az alkotóknak, mert ugye engedélyezték, hogy mehet tovább. És amikor odaépültek, mondta, hogy külön gratulálnak a jelmezért, hogy így bele mertem nyúlni, és át mertem dolgozni a látványvilágot. Ez volt talán a jelmezes szakmámnak az egyik csúcspontja. Aminél azt mondtam, hogy ezt a mai fiatalosan kimaxoltam talán ezt az egészet. Mennyire tudtad ezt a sikert itthon publikálni? Vagy egyáltalán nem... Mindig rossz volt a marketingem. Igen. Mindig rossz volt a marketingem. Tehát, hogyha ez ma történik valamelyik nagyon felkapott divattervezőnél, akkor a social media reggel estig... Hát a csapot kinyitod, és abból is ez folyik. Igen. Én nem voltam jó soha saját magam menedzserésében. És nem is fogadtál soha menedzsert? Hát volt egy párszor, hogy magam elé fogadtam valakit, akit... Többbe került a leves, mint a hús. Igen, volt, hogy leléptek kiállításommal, volt, hogy mindegy, tehát így nem volt szerencsés, és aztán az ember egy kicsit így paranoiddá, hogy most kibe bízhatok, vagy kiben nem. És aztán közben fölnőtt a kisebbik fiam, a Kristóf, és ő állt be mellém, és azóta... van rendben talán így a menedzsment nálunk, amióta ő beleszállt, és elég jó hírvelést tud adni a munkáinknak. Ez meg is látszik a rendelési arányokon is egyébként. Igen, a legjobb terméknek is kell a cég, meg a reklám, tehát nem lehet azt mondani, hogy elhalogatom, bár tényleg hozza egyik munka a másikat. Nagyon sokféle és nagyon sokfajta produkcióban vettél részt, és még maradunk egy picit a jelmezeknél és a ruháknál, hiszen annak idején divatbemutatókat tartottál, saját
kollekciód volt. Igen. Ez a részét teljesen elfelejtetted az életednek? Én azt gondolom, hogy ahogy mondtam is, igazából mindig a kihívások jelentettek nálam, azok voltak fontosak, hogy minél több és minél nagyobb kihívás legyen, és amikor ez így megszűnik, vagy lelaposodik, akkor már nem kihívás többé, hanem akkor már csak munka. Tehát itt a divatbemutatóknál is, amikor mit az operabálon is van már egy divatbemutatód, akkor már úgy jó, persze csinálok még nagyon szívesen többet is, de már nem izgat annyira, vagy tényleg egy Android Webber megrázza a kezét, és azt mondja, hogy gratulál. Na, ezek után mi jöhet még? Akkor már úgy nem kihívás annyira, pedig hát hagyd tegyem hozzá, hogy ahogy említettem is az én kedves Salendre barátomat, az Újságmúzeum főszerkesztőjét, pont miatta történt az, hogy írt egy cikket a Sütciláról. És akkor jól írtam kommentbe, hogy szegény Sütcilá, emlékszem rá, hogy amikor a Budaörsi játékszínben pont csináltak egy Stankai Sütcesen, és jött volna be, nem tudom, azt a második ruhapróbára, és nem jött, és akkor hívtuk, és nem vette fel a telefont, és másnap mondták, hogy meghalt. Tehát, és akkor ezt így leírtam így kommentbe, persze ennél sokkal szebben, választékosabban, vagy mit a Darvasi Várra, és akkor Darvasi Várra is dolgoztam együtt, vagy a mit tudom, ilyen Kálai Feri bácsi, hogy megfordult nálam a próbaszoba, és akkor valamelyik kommentelőhölgy írta, és miért nem adunk ki egy könyvet közösen, hogy a próbaszobám, mit tudom én, eseményei, vagy titkai, vagy igen. De hát nem, mert ezek azért annál intimebb dolgok voltak természetesen, de tényleg, hát... És mindig csodáltam, amikor Foki Jutka mesélt, hogy jaj, amikor, mit tudom én, ez meg az megfordult nálam, akik már ugye csak nagy nevek, és nem találkozhattam úgy velük, és most már én is sztorizgatok olyan emberekkel, akik megfordultak nálam, és mondom ráadásul a próbaszobámban, és tényleg ez egy olyan intim dolog, mint egy nőgyógyász, vagy egy nem tudom, tehát le kell vetkőzni, ugye, fehér neműre. Tehát ez onnantól kezdve van egy ilyen bensőségesebb kapcsolat alakul ki a színész és a tervező között. Úgyhogy furi, hogy hova még egy, mennyire engedted beleszólni a tervezésbe azokat, akiknek terveztél? A cél az, hogy amikor a színész kínál a színpadon, akkor a jelmez, amiben van, segítse a munkáját. Tehát innentől kezdve az, aki nem kéri ki a véleményét, szerintem hibát követel. Szerintem nagyon fontos beszélgetni, és nem csak a rendező. A rendezőnek van egy kép, egy látványvilág, ami nagyjából benne van, ezt ugye a jelmezekbe, díszletbe valósítjuk meg, de hogyha az a színész feszeng a ruhájába, mert nem tudja a karaktert kihozni belőle, akkor az hátráltatni fogja a munkát. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy beszélgessünk, hogy ez segítse a munkáját természetesen. Képzeld, amikor valaki fölvesz egy frakkot, vagy egy szép estei ruhát, és nem érzi jól benne, akkor a tartása is megváltozik, minden baja lesz, izzadni fog, vakarózik. Tehát ez nagyon fontos, hogy a ruha, ami rajtad van, az segítsen téged abba, hogy az egyéniségedet meg tudjad mutatni, hogy jól érezd magad benne, és a színpadon is nagyon-nagyon fontos az, hogy harmóniában legyen a karakterrel, amit neki játszania kell. Tehát fontos, hogy beleszóljon. Beszélhetnénk most a Hiden belül és a többi nagy volumenű alkotásodról. Azt nem én terveztem, hogy tegyem. Azt nem te tervezted? Azt csak kiviteleztem. Azt Na, hát az a másik fele. Igen. És akkor Szakás György volt a tervező. Mennyire tudsz együtt dolgozni a tervezőkkel? Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy nem láttam soha senkiben vetélytársad. Tehát, hogyha bejött hozzánk egy darab, tudni kell, egy 16 fős műhelyt nem lehet egyedül tervezni. Tehát ott nagyon sok munkára van szükség. 3-4 színdarabot vartunk folyamatosan. Tehát tulajdonképpen nem én terveztem az összes darabot, hanem azonosulni tudtam mindig azokkal a tervezőkkel, akik eljöttek hozzánk, mert hál' Istennek a tervezőknek, nem is tudom, szerintem a 60-70%-a megfordult nálunk, és dolgoztam velük együtt.
És pillanatok alatt föl tudtam venni azt a gondolati síkot, amit ők akartak, azt a látványvilágot, amit ők szerettek volna, és a tapasztalatokkal, a mindenféle tanácsokkal próbáltam segíteni őket, hogy minél jobb végeredmény legyen tulajdonképpen. Úgyhogy engem soha nem jelentett problémát az, hogy ezt nem én terveztem. Sőt. Mikor nyúltál először ez alatt az időszak alatt olyan anyaghoz, amiből aztán szobrok születtek? Hagyj menjek egy picivel vissza, hogy voltunk itt Cseszki Krumlóban, volt egy nagyon kedves barátunk, a Ján Horál több szállodája volt, és ott készült egy ilyen kis kiállítás, egy ilyen kis panoptikumszerű kiállítás, ahol olyan srácok dolgoztak, akik a Tüszó panoptikumokat is építik, és láttam az ő munkáikat, hogy mit csinálnak, lenyűgözött, hogy élethű, hogy ha. Na. És akkor azt mondtam, hogy fú, hát ez nagyon klassz. És aztán volt itt Magyarországon is egy hasonló kiállítás, hogy mi ruhákat készítettünk, de ugye itthoni szobrászok csinálták ugye a figurákat, és akkor azt mondtam, hogy hát ezt én jobban tudom. Pedig még nem csináltam. És akkor nyúltam először a gyakhoz saját kettelésre, tehát akkor még dübörgött egyébként. De várjál, egy pillanat. Tehát láttad, hogy a panoptikum figurákat hogy csinálják, azt mondtad, te jobban megcsinálod. Nem, és amit itthon csináltak, igen, arra mondtam azt, hogy jobban megcsinálod. Azt jobban megcsinálod. De láttam előtte azt, hogy csinálják, azt akik tényleg jól csinálják. Tehát te gyakorlatilag az az ember vagy, aki állandóan figyel, és a tudás magába szív, és valamikor majd föl fogja használni. Azért ez mondjuk így túlzás lenne, mert az csak egy ilyen pillantás volt ahhoz képest, tehát ezt nem tudtam úgy elsajátítani, hiszen azt sem tudtam igazából, hogy mit csinálnak, csak láttam, ahogy csinálják. Igazából nem nagyon értettem még, hogy mit csinál, és láttam a végeredményt, amit megcsináltak, hogy egy zseniálisan élethű figurát. Hát, mint ahogy a te panoptikum figuráid is azok lettek. Igen. De még mindig nem jön össze a kép, tehát az, hogy látsz egy gyönyörű panoptikum figurát, az nem jelenti, hogy te egyáltalán valamiből szobrot tud csinálni. Akkor még nem is gondoltam rá, amikor láttam, hogy itthon hogy csinálják, akkor mondtam azt, egy kis dac, egy kis íző, hogy na hát én ezt jobban tudnám csinálni, és akkor volt az, hogy először agyakhoz nyúltam, és elkezdtem foglalkozni a témával, és akkor kerestem erre is, mondom, akkor még dübörgött azért az Ötvös utca, a műhelyem, 16 fős műhely. Elkezdtem keresni, hogy hol lehet ezt tanulni, és akkor hát Párizsig kellett volna érte utazni, mert nem tanítják sehol. Tehát Amerikába, és mondom, Európába, Párizsban van a legközelebb olyan iskola. Tehát az agyak szobrászatot itthon nem? Nem az agyak, hanem az, hogy ezeket a hiperreál, ezeket a panoptikumos szobrakat hogy csinálják. Na de várjál, még eljutunk majd odáig is. Magát a szobrászatot. Tehát az, hogy az agyakhoz hozzányúljál, hogy abból te... Hát én elém oda tehetik az agyagot, nem lesz abból egy arc. Hát nem tudom, ez nekem ment. De így, és ez rök. Hát igen, majd, hogy nem. Igen. Hát azóta is egyébként azt gondolom, hogy már voltam kis képzőnek is a tanműhelyem, mint hogy nagyon sok minden van, amit meg tudsz tanulni. De amit meg tudsz tanulni, azt meg tudod tanulni online, internetes felületen is. Amit nem tudsz megtanulni, az, amit föntről kapsz, az a talentum, az a tehetség. Igen. Az vagy van, vagy nincs. Azt nem lehet megtanulni. Akinek tehát van, neked akkor ezek szerint akinek jött. Van, az könnyen... De hagyj húzzak egy párhuzamot, hogy amikor az ember ruhát csinál, akkor a szabászati része úgy néz ki, hogy az egy sík, az egy kétdimenzió. De amikor azt ráadod valakire, akkor az egy szobor lesz, az egy háromdimenziós dolog lesz. Tehát a térlátás szerintem az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És az, hogy megnézzük az igazán nagy művészeket, és nem akarok természetesen párhuzamot vonni egy Leonardóval vagy egy Mikázsival, de festettek, rajzoltak, szobrászkodtak, faragtak tudományos dolgokba. Tehát ők ilyen reneszánsz emberek voltak, hogy én a mai napig azt gondolom, hogy ha valaki, mit tudom én, jól tud mondjuk jelmezeket tervezni, vagy jól tud rajzolni, vagy jól tud szobrázni, akkor az mindenbe kell, hogy érvényesülni tudjon, vagy mindegyikhez kell, hogy konyítson valamit, vagy mindegyikbe ki kell, hogy próbálja magát ahhoz, hogy egy teljes alkotó ember, egy teljes művészi szabadsága rendelkező ember lehessen. Tehát mindenhez hozzá kell tudni nyúlni, azt gondolom. Mert egyik nincs a másik nélkül valahogy, én azt gondolom. Tehát én nagyon sokszor találkoztam a szakmával, és a jelmezett szakmáról beszélek, és itt természetesen nevek nélkül, hogy akik igazából nem tudták
elmondani, hogy mit akarnak. Nem tudták lerajzolni, nem tudták vizualizálni. Tehát volt, hogy behoztak, mit tudom én, fényképet, mit tudom, derékig, vagy combig, és akkor kérdeztem, jó, de mi van alatta? És nekem kellett lerajzolni, és nekem kellett megrajzolni a lányoknak egy olyan rajzokat, amik alapján már el tudtak igazodni. Tehát, és a szakmában ez nagyon-nagyon jellemző volt, hogy persze, amikor már a próbaszobába álltunk, akkor baromira oda tudta rakni magát, és az ízlését, és mindent, és már ahogy már látott, már ő is mindent hozzá tudott rakni, de addig csak ilyen fotók, fényképek, montázsok ilyenek voltak ott, hogy mi az ő elképzelése, de abból megvarni nem lehet. Tehát, hogyha ő akkor azt mondja, hogy elmegy külföldre, vagy megszűnik, és ott vannak, soha nem tudta volna senki megcsinálni azokat a próbákat. Tehát ezt le kell tudni rajzolni. Tehát egy tervező, egy elmeszerző nem élhet úgy, hogy nem tud rajzolni, sőt, én a mai napig vallom azt, hogy, és ez még talán a Vámos Magdiék féle vonalnak is az eredménye, akik váltig állítottak, akik nem tudja megvarni, az nem tudja megtervezni se, és azért hagyd tegyem hozzá, hogy van benne igazság. Van benne igazság. Egy széles látókör kell, egy sok mindent ki kell próbálni, én azt gondolom. És akkor te kipróbáltad az agyagot. Előtte gyurmáztál? Vagy gyurmázós gyerek voltál? Gyerekbe, hogyne, természetesen sok. Tehát minden. Akkor azt próbáltad, és akkor utána az első, amit megformáltál, az agyag volt? Hát agyagból elkezdtem készíteni. Mekkora volt portrét. Az első munka? A próbamunkád mondjuk? Hát egy fej szobrot csináltam, tulajdonképpen egy mellszobrot csináltam. Aztán csináltam még egyet, aztán még egyet, és akkor egyszerűen bejött egy ismerősöm, és azt mondta, hogy fú, egyébként szeretne egy valami kiállítást, és akkor megcsinálnám? Hagynál, simán. És akkor megcsináltam. Nem lett olyan, amit most így annyira fölvállalnék, hagyd tegyem hozzá, de jobb lett, mint az, amit láttam a környezetemben itthon az ilyen jellegű kiállításoknál. Szóval jött még egy valamit, megint csináltam, és akkor egyre jobban elmélyedtem benne. Ugye akkoriban azért, ha nem rendeltél külföldről anyagokat, akkor itthon nem nagyon voltak. Most már hál' Istennek olyan anyagok vannak, amik már maguktól is összeállnak egy szoborra, tehát már nem kell annyira dolgozni velük, legalábbis ezek a panoptikumos dolgok. Azt gondolják, igen. De azért nagyon fontos az, hogy jó minőségű anyagokat kapni. Addig meg úgy öntögettük össze egy mindenféle ilyen kemikáliákból, hogy az a gumi, mert ezek ilyen szilikonos gumi alapú dolgok, azok összeállnak, hogy a szőrszálak egyenként kerülnek bele, azt nem lehet más anyagból. Ugye viaszba még lehetett volna, de tehát 60 éve már senki nem dolgozott viasza, hiszen az leesik, összetörik, ha meleg van, megolvad, ha ideg van, megrepet. Tehát ez a szilikonos technika alakult már ki, de most már mondom, gyönyörű anyagokat. Ezt hol tanultad? Internet. És saját erőből. És az internet olyan gazdag tárházat kínált föl? Minden fönt van. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy teljesen autodidakta módon tanultad meg ezt a technikát, és csináltad meg olyan fantasztikus végeredménnyel, hogy tényleg egyik megrendelés hozta a másikat. Tehát ott van, nem tudom, a nézők is biztos látják ezeket a képeket. Hát azért hihetetlen, mennyire élethűen. Illetve sok esetben nem tudjuk, hogy élethűen, már maximum egy festmény van valakiről. Ki volt a legnehezebb? Vagy soroljuk végig a panoptikum figuráidat. Nem tudom végig sorolni. Nem tudod? Van. Hányat csináltál? Hát sokat. 100 fölött van. 100 fölött? 100 fölött van. Van például Nagy Károly, Romániában van egy Károlyakra szóló kiállítás. Van egy Petőfi Szendrei szobrom, szintén határon. Hát az olyan gyönyörű a Petőfi a Szendrei Júliával. Erdődő. Hát fantasztikus. Az érzelem, igen. Az a szeretet, igen. Ami benne van. Igen. Úgyhogy rengeteg ilyen hajdúböszörményben vannak a múzeumban, a Sárospataki ágyöntő műhelyben, amit több, nem csak a figurákat, hanem ott nagyon sok installációt is csináltam. Hajdi csak egyek, arra IKOMOSZ díjat is kapott a kiállítás, amit egy elég rangos elismerésnek számít. Még föl se tudnám őket. És tudod, mi a legérdekesebb, hogy én is azt gondolom, illetve biztos vagyok benne, hogy egy ilyen szobornak az elkészítése, mondjuk egy ilyen hiperreál, teljesen életi szobornak az elkészítése, egy nagyon magas szakmai tudást igényel.
ahhoz képest, amilyen mondjuk egy kültéri, akár bronzszobornak az elkészítése, mert mindegyik ugye egy anyagmunkával, egy anyag előkészítéssel kezdődik, és aztán ugye a negatív, amit öntünk bele, az már egy másik történet. Tehát sokkal magasabb szakmai felkészültséget, és mégsem nagyon jegyzik sehol. Ha csinálok egy kültéri szobrot, mondjuk a Csukásnak a Pistának a szobrát, azt meg egyből jegyzik, egyből fel van a köztérképen, és egyből mindenki tudja, és mindenki ha. De jó, és akkor csinálsz egy olyat, amit mit tudom, én ma Magyarországon három srácot ismerek, aki, vagy tudok róluk, akik hasonló szinten tudnak dolgozni. Kutyát nem érdekli. Ez olyan fura, nem? Hogy csinálsz valami baromi nehezet, és akkor az nem annyira jegyzi a szakma. És... Lehet, hogy azért, mert a tűzőféle panoptikum, az akkor nagyon nagy durranás volt. Most talán... Egyébként hagyd tegyem, hogy megosztja az embereket. Igen? Tehát amikor például nálam jártak nagyon sokan a műhelybe, egy kicsit ilyen galériaszerű volt a műhelyem, Pécerre költöztünk, és ott sikerült a Rádai Kastélyba. Sajnos azóta már nem ott vagyok, de jöttek be hozzám nagyon-nagyon sokan, sokféle emberek, és volt, akiben ellenérzést váltott ki, hogy jaj, ez olyan, mintha élne. És igazából negatívan jött le, de elismert, hogy tök jó, mert olyan, mintha élne, hát a Lázár Ervin vagy, de meg nem hát is egyébként némelyiknél nem tudtam eldönteni, hogy fotót látok, igen. Vagy pedig az általad készített hát, szobor. Olyannyira, hogy például volt a Luther szobrom, amiről az evangélikus hírlapban megjelent egy címlap fotó is, és a hölgy, aki írta, vagy csinált az interjút is, meg egyáltalán, aki ugye ebbe az újság berakott minket, őt fölhívta egy barátnő, hogy ki ez a ronda pasi, akit modellnek használtak a Luther Mártonhoz. Nem jött rá, hogy az egy szobor, és nem pedig egy élő ember. Tehát azért ez nagyon nagy elismerés szakmailag. Hát, úgyhogy igen. Igen, de mondom, tehát megosztja az embereket furcsa módon. Én azt gondoltam, hogy mindig is azt gondoltam, hogy ez mindenkinek tetszik. Hát ez egy nagyon klassz, nagyon szép, nagyon... Tehát, és hogy minél élethűbb, és tényleg, hogy volt olyan szobra, amit egy barátom kiállítására, festmény kiállítására odaraktunk úgy, hogy egy Károlyi Gyula szobor volt, ami azóta, hál' Istennek, a megfelelő helyére került a Károlyi Gyula emlékházba, a Bakta Lóránt házára, mert ő baktai születési volt. És ezt a szobrot oda tettem egy kép elé, mert ez egy ilyen idősebb úriember figurája, és mintha nézne egy festményt, és vége volt a kiállítás, és oda ment hozzá azért, hogy elnézést, uram, és így megveregette a vállát, hogy vége a kiállítás, és nézte, hogy nem, milyen, mi van, és akkor jött rá, hogy ez nem is egy élő ember. Azért ezek a hétköznapi elismerések, ezek érnek a legtöbbet. Igen, ez fantasztikus. Ha már az előbb említetted Csukás István, de egy picit a meséknél, mesefiguráknál, illetve az alkotóiknál is maradjunk. Ez a Csukás köztéri szobor, ez nagyon... nagyon ütés, nagyon talált, de egyébként rengeteg köztéri szobrod van, amit, ahogy mondtad, jegyeznek, igen, mennyire igen. Érdekes. De köztérképpen igen, azért lehet igen, és amihez jó odaállni. Csukásnál kétféle szobrod van. Ugye igen. Megvan a panoptikum béli, kvázi, amit az általa létrehozott szereplőkkel együtt, mesehősökkel, mesefigurákkal formáltál meg, és van a köztéri. Melyiket volt nehezebb elkészíteni? Hát a mesefigurákat sokkal nehezebb volt. Nekünk annak idején, amikor a Balatonszárszón Csukás Színház lett az a kertmozi, vagy nem is tudom, hogy mi volt előtte, akkor megkerestek engem, hogy szeretnének jelmezeket oda, ilyen mesefigurás jelmezeket, és valami pályázat volt, és lényeg az, hogy ezen nőttem föl én is, hát a Mirmur, meg a többiek, és arra gondoltam, hogy most ezeket a jelmezeket fölveszik, aztán fölakasztják, és azok úgy csak úgy lógnak, az úgy milyen, az úgy semmilyen, nem? Ez pont olyan, mint a jelmez, amit mondtad, hogy alá kell tervezni igen, a figurát. Igen, és akkor lényeg az, hogy átgondoltam egy nagyot, és megcsináltam én baromi nagyba, tehát ilyen ekkora feje, én életnagy, csak 1,80-1,70 magas figurát, a Mirmurt, ráadásul nekem mondom, hogy volt a kedvencem,
és mondtam nekik, hogy mi lenne, hogyha inkább ilyenek lennének, nem pedig csak kielvezek, és akkor ugye, hát ez a pályázatban egy nem fér, de hát közben meglátta. Nem így írták ki a pályázatot? Mi én előtte nem ismertem a Pistát, a Csukást, és akkor meglátta a Csukás, azt mondta, hogy fú János, szerzünk ehhez pályázatot, szerzünk pénzt, paripát, mindent, amit akar, csak csinálj ebből egy ki, ez baromi, ez nagyon jó. És akkor ugye le is teszteltem, ugye a kicsi lányom akkor nem is tudom, 2 vagy 3 éves volt, 2 éves lehetett talán, és akkor oda ment, így ölelget, mondom, ez bejön, tudod, mert azt tudni kell, hogy mitől van egy aranyos pillangó, vagy mitől valami, és hogyha azt fölnagyítod ilyen nagyon nagyba, akkor egy rém lesz belőle, tehát egy ilyen félelmetes dolog, és ugye a mesefigurák is, ezek ekkora kis bábuk, tudod, hogyha fölnagyítod őket, hogy akkor mi lesz belőle? Hát hál' Istennek, hogy pont még szerethetőbb, még aranyosabb, még kedvesebb lett a dolog, és ezeket elkészíteni, hát nem volt annyira egyszerű, hogy tegyem hozzá. Aztán se pénz, se paripa, se fegyver nem jött el. Viszont volt elképzelés és tudás. De volt egy kis időm, egy kis pillanat, mondom, megcsinálom, még csinálok figurát, még, és aztán így összeállt egy ilyen kiállítássá, amit aztán ugye vittünk is Szárszóra, ugye a sárkánynapok, ahol mindig a Csukás volt ott a főszerep, és aztán így kialakult köztünk egy ilyen barátság is ezzel kapcsolatban. És aztán ugye 2020-ban, amikor február környéke volt, nem tudom pontosan, hogy hogyan, mentem be a műhelybe, és akkor valaki föl... Ja, nem, hallgattam a rádiót, bocsánat. És akkor mondták, meghalt Csukás István. Hát megmondom, még csak 82 vagy 83, azt hiszem, így volt. Még a 80. szülinapját együtt töltöttük bent a családbarátba talán. És abban a pillanatban azt mondtam, hogy miért csinál szabad a Pistáról. Tehát nem azt mondom, hogy nem voltunk ilyen önlelkezős, de nagyon jó kapcsolat volt köztünk. Utána csináltam a Lázár Ervinnek is egy kiállítást, az ő emlékére is, és előtte például Pistával nagyon sokat beszéltem, hiszen ők jóban voltak is, vetélytársak voltak, de egyben kicsit ilyen baráti is volt. Mindig nagyon fölnézett a Lázár Ervinre, az ő munkásságára. És mindegy, lényeg az, hogy agyagot ragadtam, de mielőtt így fölkerült volna bármi, már hívtak Balatonszárszóról, és megrendelték azt a szobrot, amit már elkezdtem tulajdonképpen csinálni. 3 nap alatt mintáztam meg azt a szobrot, tehát annyira elevenen és érénken élt bennem az ő figurája, hogy... És mondhatnám, hogy ez így nagyon könnyű volt, de ezt pusztán csak az érzelmi többlet miatt, úgyhogy, és akkor ebből lett aztán végül is július 25-én, pont a Kristóf születésnapján föl is avattuk aztán. Említetted Kristófot már az előbb, hogy gyakorlatilag ugye ő is művész lélekké vált, hát volt kitől tanulni, és jelen pillanatban nem csak művészként, hanem alkotóként is dolgozik, és menedzsel benneteket. Hát főleg a menedzsmentet csinálja, tehát ő csak így belenyúl néha. Nekem nagyon jó kritikusom egyébként, tehát ha valami olyan, akkor egy olyan kellemetlenül és irgalmatlanul odaszól, hogy ismerem, nekem is szokott a fiam. Fölrugnám, tudod, de és utána visszatérsek el, és tényleg azért, tehát kellenek ezek a friss szemek, úgyhogy. De főleg őt jobban izgatja az, hogy azt, hogy a menedzsment, meg hogy mit tudom én, ki küldtük, illetve ki küldte magát, ki küldtük őt kétszer is, például egyszer Floridába, egyszer Kaliforniába egy hónapra, hogy mérje fel a piacot, hogy amit mi tudunk, annak ott lenne piaca. És lenne? Lenne. És azóta is azon dolgozik, hogy oda is tudjunk majd esetleg szobrokat csinálni. Elértünk a napjainkhoz nagyjából. A mostani beszélgetésünknek az igazi apropót az adta, hogy Hofi Gézának egy bronzba öntött emléktáblát, domborművet készítettél, ez egy pályázat nyertesének járó elismerés tulajdonképpen, hogy az ő műve került föl a falra, és nagyon jó volt a fogadtatása, rengetegen voltak az átadom, és igazi öröm az emberek számára. Az átadón azt mondtad, hogy igazi szerelembe kerültél Hofi Gézával. Mit jelentett neked ő? És akkor az előbb már említetted, hogy mit jelentett Csukás István, vagy az, akiket megformázhattál. Tehát klasszikusokat vagy pontosan idézünk, mert nem azt mondtam, hogy szerelembe kerültem vele, hanem Ildikóval, ugye az özvegyel nagyon jó barátságba kerültünk, ugye miután
miután ugye kihirdették, hogy akkor az én pályaművem nyert, és ő elmesélte nekem azt, hogy amikor meglátott a Géza, az egyből szerelem volt, tehát szerelem első látásra, és igazából itt az történt, hogy meglátta az én Gézámat, ugye az én szobromat, és egyből szerelmes lett benne, és egyből, tehát így ez a szerelem dolog. De inkább csak a találkozásom Hofi Gézával, de ahogy említettem is, tehát amikor így portrét csinálok, akkor a Csukásnál azért volt könnyű, mert őt ismertem, de akit nem ismerek, azután nagyon sokat vagy olvasok, vagy videókat nézek, hogyha lehetséges, tehát próbálom megismerni. Igaz, hogy én 2002-ben, amikor a Hofi Géza meghalt, akkor már igencsak a pályán voltam, de valahogy nem volt szerencsém őt személyesen ismerni, de tehát rajta nőttem föl, apujék rajongtak érte, hogy azért a 60-as, 70-es években így belemondani a pacekba, ugye akkoriban így mondták azt hiszem a szüleim, hogy mennyire hülye már elnézést így a vezetést, tudod, azért ez... Hát ő eléggé rendszerkritikus volt. Elég nagy bátorság kellett hozni, és apujék is csodálták, hogy így megmondja, és még mindig nem vitték el, hát akkoriban ketten beszélgettek, az egyik besugó volt, tehát azért ezt így tudni kell, hogy tűntek azért még el a 60-as évek végén emberek, és azért ugye 60-ban már elkezdte a pályafutását, és hát nagy csodálója voltam magam is, és nem csak azért, mert megmertem mondani, hanem azért, hogy végre valaki, akinek van humorérzéke. Hát meg ahogy. Meg hát ahogy tudtam ugye, mondani, így van. Még egy gondolatot ide, hogy most sokan mondják, hogy mert ő megmondhatta. Hoppá. Lehet, hogy te is megmondhattad volna is, csak nem tudtuk volna úgy előadni. Hát hogy ne. Ahhoz kellett az ő személyisége, az ő zsenialitása. Hogy oda... Szerintem Magyarországi stand-up alapítója volt, tehát ő egy zseni volt szerintem. És az, hogy nem tudom, hogyha csináltam olyat, hogy visszamegy az ember, mint a 20 év múlva az általános iskolájába, és már nem férsz be a padba, minden olyan kicsi lesz, akkor meg olyan nagy volt, tudod, vagy meghallgatsz, mint egy régi poént, mondjuk a Kabos Gyulát, vagy valami, és gyerekfejjel halálra röhögted magad, most meg olyan kínosod. A Hofi örök, tehát most bármikor meg, ha ugyanúgy, már elnézést, de behalsz a röhögéstől, nem? Tehát, mert na mindegy, szóval ő egy ilyen állandó pont a humor világában, és hagyd tegyem hozzá, hogy humor nélkül, meg mindenből viccet lehet csinálni, és ez tök jó, ez tartja életbe szerintem az embereket, meg mindenki. Tehát én is nagyon-nagyon nagy rajongója voltam mindig is Hofinak, és ha nem Hofi lett volna a téma, lehet, hogy a pandémia, akkor se vállaltam volna be egy pályázatot, mert sok energia, sok erő, sok idő, sok pénz, tehát azért bele kell fektetni ám nagyon sok mindent. De hát hogy így a Hofiról volt szó, innentől kezdve kaptál tőle. Azt gondoltam, igen, hogy nekem ez kell, meg hát igen, meg mások is mondták, hogy János, neked ez muszáj, neked tessék elindulni ezen a pályázaton. Úgyhogy, de hát nagy szakmai elismerés is, hogy tényleg 22 pályaműből sikerült így elhozni ezt az első helyet. Remélem, hogy a nézőknek sikerül egy kicsit belepillantani Megyeri János szobrászművész jelmeztervező életébe, és egész biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan rá fognak menni a www.megyerijanos.com-ra, és akkor itt muszáj egy pillanatra megállnom, mert egy másik beszélgetést is készítettünk, ami ugye Hofi Géza feleségével, Ildikóval és Szilágyi Erikával készült, pont a Hofi szobor kapcsán, vagy dombormű kapcsán, és akkor én föltettem ott azt a kérdést, és a nézők, hogyha rákattintanak, hogy mennyi idő alatt készül el egy szobor, amit készítesz. Mert a fiat készített olyan videót, ami fönn van, amiből úgy néz ki, hogy kérem szépen bárkinek mondjuk egy szobrot készíteni, az igen, így megy. Igen. És Megyeri János azt megcsinálja, na jó, nem 5 perc alatt, mint amennyivel ő szeret rakva, hanem mondjuk... 3 perc a film, bocsánat. Hanem 2 nap alatt, 3 nap alatt, 1 hónap alatt. Tehát tudjuk, hogy a virágokat is úgy filmezik, hogy mit tudom én, 2 percenként lenyomnak egy képkockát. Nálatok hogy készült ez? Azért ennek van egy kis előzménye.
az alkotás ez egy intim dolog. Tehát ez, én nem szívesen, tehát hogy ott álljon valaki. Persze, hogy bejön valaki, beszél, akkor leteszem a munkaeszközöket és beszélgetünk, de nem nagyon szoktam közben alkotni vagy csinálni a munkámat. Tehát ez egy ilyen kis magányos történet. És akkor ugye elkezdtem a Csukásnak a szobrát, illetve már ugye a filmvázlények megvoltak, és mondta a Kristóf, hogy vegyük föl videóra. És szó se lehet róla, mondom, nem, biztos, hogy nem. És akkor de, és akkor lényeg az, hogy na jó, hát akkor mondom, tegyük fel a kamerát, majd meglátjuk, legfeljebb felrugom, vagy nem tudom, hogyha nagyon zavarna. Első nap még úgy zavar, mert aztán persze elment, aztán nekem kellett kikapcsolni, bekapcsolni, hogy amikor elmentem valahova, akkor kikapcsoltam, akkor visszajöttem, újra dolgoztam, vagy elfelejtettem bekapcsolni. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy zavart a dolog, de második nap már nem zavar, harmadik nap már aztán végképp egyáltalán nem zavar. És csináltak belőle egy ilyen timelapse, azt hiszem úgy hívják ezt a gyorsított felvételt, és az volt az érdekes, hogy amikor visszanéztem, és így rácsodálkoztam, így készül egy szobor. Mert ez jó. Ezt lassan látom, tudod, agyagot, egy kis fogást egymás után, hogy raksz föl így a figurára, és akkor úgy mindig hátralépsz, jó, akkor... Tehát ez egy ilyen lassú, monoton, ilyen szempontból monoton folyamat. Mondom, én voltam legjobban meglepődve, aztán készült még egy ilyen timelapse-os felvétel is egy másik szobromról. Az Aponyiról, igen. Az újságkiállítás mellett volt, ugye? Igen, az újságmúzeum kiállítást hoztunk létre közösen a Salendre barátom, hogy az újságmúzeum Facebook oldalon felbuzdulva, és az az izgalmas, hogy neki rengeteg újságja, tehát ilyen nagyon régi, több száz éves újságok vannak, és a kiállításban is van, azt hiszem az első 1848-as kiadás, ilyen Petőfinek, ilyen nemzeti dal meg ilyenek, és lényeg az, hogy mondtam az Endrének, hogy figyelj, itt van az Aponyi szobor, mondom, én azt megcsinálnám ilyen papírmasés technikával, mert megint csak ugye nézi az ember az internetet, mint hogy mi tetszik az embereknek, és láttam egy olyat, hogy papírmaséból megcsinált valaki valamit, és mit a rendes szobornál volt 30 ezer like, vagy mit tudom, követés, vagy ennél volt 3 millió. Mitől jobb egy ilyen dolog? Mondom, kipróbáljuk, hát ha itt is így működik. És akkor lényeg az, hogy megcsináltam úgy, hogy még két aponyi cikk is van, képzeld el a szobrára rá kasírozva. Megcsináltuk ezt a szobrot, abban a pillanatban ilyen olyan tévé, ide hívtak, oda hívtak, mindenki elkezdett rájárni a csodájára, hogy van ez pedig. Hát szerintem a kisképző elsőbe tanítják, hogy kell, tudod, ilyen papírdarabokat felragasztani egymásra vagy egy formára. Úgyhogy ez az Aponyi szobornak így tört, és azt is ilyen nagyon gyorsított felvétem, ugye azt is először, mint mindent agyagból, mint ez szok ki, úgyhogy... Kevés információ fért a mai 50 percbe, még tudnánk folytatni, csak sajnos elfogyott. Mi az, ami benned marad még gondolat? Szerintem még biztos, hogy 50x50 percig tudnék róla beszélni. Hát persze kell egy jó kérdező is, hogy előhozza. Hát nem is tudom. Hát szeretnék még ilyen klassz dolgokat csinálni sokat. Most is benne vagyunk, hál' Istennek, három munkába is, szintén Hajdúböszörménybe fogunk két munkámat leadni, aztán készül most egy nagyon izgalmas dolog, most alumíniummal fogok dolgozni, egy rokokó lány, hintázó lánynak a szobrát fogom, illetve most már benne is vagyok ezzel a munkálatokba, úgyhogy talán, ha az elkészül, akkor egyszer visszajönnék még hozzád megmutatni, mert ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Ott a Kristófféknak a munkája is nagyon-nagyon fontos szerepet fog játszani, úgyhogy... Így legyen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Jó étvágyat. Köszönöm.